Vízigömb, lovaglás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, arcfestés és kisállacsimogatás várta a legkisebbeket, míg az idősebb korosztályt az árusok portékája. Annak ellenére, hogy a vásár szombati napon volt, az érdeklődés nem lankadt. Sikeres szokott lenni, igen, meg én úgy veszem észre, hogy most is elég ahhoz képest, hogy először van szombaton. Mindenki tudja, vagy nem tudja. De szerintem nép az van, árus is van. Az árusok szerint a látogatók inkább nézelődtek, kevésbé veszik elő pénztárcájukat. Az emberek valahogy sokan megnézik, tetszik nekik, de saját részre nem veszik meg, esetleg ajándékba valakinek, úgyhogy úgy látszik, hogy egyenlőre ennyi. Az esemény alatt lehetőség adódott a jótékonykodásra is. Nagyon jól áll a gyűjtés, nagyon sok vásárlónk van, nagyon széles a kínálatunk, nagyon sok ajándékot hoztunk, gondolom nagyon sok tárgyat hoztunk, amit fel tudunk kínálni. Nagyon sok színű a kínálatunk, és a befolyt összeget pedig a nőknek ajánljuk fel, akik a mellrákkal küzdenek. A szervezők elégedettek voltak a látogatottsággal. Az idei év ez egy kivételes alkalom, ez az első vásár, amit szombatra tudtuk megszervezni. Sajnos vasárnapra több rendezvény van Kanizsán, első áldozástól kezdve a magaz éttermek is nagyon foglaltak. Annyi program lenne vasárnap, hogy akkor megpróbálkoztunk ezzel a szombati nappal. Én úgy érzem, hogy ez sikeres lett, és nagyon tömeges látogatottsága lett. Pálffy Ervin kiemelte, a következő két vásár júliusban és októberben lesz Magyar Kanizsán, ekkor már vasárnapi napokon.